Március végén kezdte el tevékenységét Nagyváradon az Együtt vagyunk önkéntes hálózat. Az elmúlt időszakban 103 önkéntes munkájának köszönhetően közel 200 esetben tudtak segítséget nyújtani. Egy hónappal ezelőtt kezdte meg működését a Nagyváradi Együtt vagyunk önkéntes hálózat, a Bihar megyei RMDS és a helyi jótékonysági és civil szervezetek által létrehozott kezdeményezéshez mára több mint 100 önkéntes csatlakozott, akik elsősorban a nagyváradi idős és beteg lakosoknak igyekeznek hatékony segítséget nyújtani a koronavírus járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben. Felhívtam őket, és egy nagyon kedves hölgy azt mondta, hogy mondjon meg nevem, címem, telefonszámom, és akkor küldenek, vagyis intézkednek, mert nem tudtam, hol befizetni a villanyszámlát. És akkor ma küldtek egy fiatal embert, aki hát egy olyan 15-20 perc alatt elvitte, kifizette, és visszahozta nekem a nyugtát. Úgyhogy én megköszöntem. Szóval jó, hogy segítenek. Az eredetileg tervezett bevásárlás, gyógyszerkiváltás és számlakifizetés mellett sikerült beindítani a telefonos szolgálatot is. Az önkéntesek naponta közel 130 egyedülálló és magányos emberrel tartják a kapcsolatot, ugyanakkor igény szerint kijárási űrlapokat, maszkokat, de már meleg ételt és élelmiszer csomagokat is eljuttatnak a rászorulókhoz. Van, aki gyalog, biciklivel, autóval járja a várost, de van olyan is, aki motorkerékpárral segít. Egyik nap felvesszük az igényt, másik nap jelentkezik az önkéntes a segítséget kérőnél, és a lehető leghamarabb próbálja megoldani az adott feladatot, problémát. Bármikor készen állunk, hiszen az, ha valaki segítséget kér, az ténylegesen segítséget kér. A segítségnyújtás nem érkezhet napok után. Több helyre immár második, harmadik alkalommal kérik vissza az önkénteseinket, az önkéntes folyamatosan tartja a kapcsolatot a neki leosztott segítségkérővel. A rengeteg pozitív visszajelzésből kiindulva az önkéntes hálózat tagjai a május 15-i enyhítéseket követően is folytatni szeretnék megkezdett munkájukat. Akik csatlakozni szeretnének, vagy segítséget szeretnének igényelni, azok továbbra is megtehetik az együttvagyunk.ro online platformon.